Tamásiban Porga Ferenc, a város polgármestere köszöntötte a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara és az Agrárminisztérium szakmai fórumán megjelenteket. Viski József vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár rávilágított, hogy az elmúlt egy évben 1500 milliárd forint forrás kihelyezés történt a magyar gazdáknak, pedig a 2023-2027-es időszakra szóló közös agrárpolitika életbelépéséig kiemelt támogatást biztosítanak. Az uniós pénz, amit az Európai Unió az egyes tagállamoknak ad, az csökken. És Magyarország ezt úgy próbálta kompenzálni, hogy azt a kötelezően nyújtandó társfinanszírozási összeget, amit minden tagállamnak mellé kell rakni az uniós hozzájárulásnak, Magyarország a maximális szintre emelte, 80%-ra, egyébként egyelőre egyedülálló módon az Európai Unióban, és így elmondható, hogy egy kb. 4300 milliárd forintnyi forrás fog rendelkezésre állni ebbe a 7 éves időszakba, illetve annak az első két évében, amit most átmeneti időszaknak hívunk, 1500 milliárd forint. Tehát összehasonlításképp 2014-20-ban 1400 milliárd forint, 2021-22-ben 1500 milliárd forint áll rendelkezésre. Ennek köszönhetően tudjuk azt biztosítani, hogy mind a beruházási támogatásokban a mikro, kis, közepes családi vállalkozások, vagy akár a nagyobb vállalatok tudjanak pályázni, a területalapú támogatásoknál korlátozások nélkül, degresszió nélkül tudjunk támogatásokat biztosítani, úgyhogy mind a kisebb, mind pedig a nagyobb vállalkozások egymás mellett élését ezzel előtt meg tudjuk teremteni, és mindenki számára egyenlő eséllyel tudunk soha nem látott mértékű támogatásokat biztosítani. A 2023-tól életbe lépő uniós közös agrárpolitika sem változtat a most életben lévő támogatási rendszeren, hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Ugyanez a 80%-os megemelt társfinanszírozás fog élni, tehát ugyanilyen nagyságrendű támogatásokat fognak kapni. Ez azt jelenti, hogy a korábbihoz képest háromszor nagyobb összegű támogatások lesznek a vidékfejlesztési programból, beruházási támogatásokra, illetve a közvetlen támogatásoknak a területalapú támogatás mértékét is ezen a különböző átcsoportosításokon keresztül meg tudjuk őrizni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy 2027-ig, illetve hát a program zárásáig 2029-30-ig biztosított ez a soha nem látott mértékű forrás a magyar agrárium részére. A gazdáknak szóló szakmai fórumon vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke arra a kamarai választásra hívta fel a megjelentek figyelmét, melyre 5 évente kerül sor. Május 20-a az a nap, amikor a kamarai választásokra sor kerül. Én nagy tisztelettel kérek minden gazdatársat, hogy vegyen részt ezen a napon. A választáson 12 helyszínen lehet majd szavazni 6 órától 19 óráig. Gazdálkodók már levélben és e-mailben is kaptak erről tájékoztatást. Átjelentkezéseket még lehet megtenni és fogadunk. Ami jelenleg nagy feladatunk, az az egységes kérelemeknek a beadása. Itt körülbelül egy 5000 kérelmet várunk megyei szint, aminek a 75%-át fogják beadni falugazdás segítségével, ez körülbelül a 3500 darab kérelmet jelent. A magyar kormány elkötelezetten épít a magyar agráriumra. Legfőbb céljuk a vidéki gazdaság, foglalkoztatás és a hazai élelmiszertermelés megerősítése, melyhez minden segítséget megadnak, mondta el az országgyűlés alelnöke, Jakab István. A magyar gazdák hosszú távra terveznek, kiszámítható, stabil gazdálkodási tervet készítettek, és a családjukat, elkarják ellátni a földjeiket, úgy akarják művelni, és úgy akarják a gazdaságot fejleszteni, hogy stabil, kiszámítható és tervezhető legyen. Egy folyamat közepén vagyunk, azt gondolom, hogy az, amit a magyar kormány eddig megtett a gazdák érdekében, az egyedülálló az Európai Unióban, ugye minden 10 forint támogatásból 8 forintot a magyar kormány biztosít a vidékfejlesztési forrásoknál, és ez 4700 milliárd forintról beszélünk, és úgy gondoljuk, hogy az a szerveződés, az a szervezet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a MAGOSZ a kormánnyal együttműködési megállapodás kötve közösen terveztük a jövőt, és közösen akarjuk ezt meg is valósítani. Ehhez viszont kellett egy erős, kétharmados felhatalmazás, amit meg is kaptunk a magyar vidéktől. Az Agrárkamarának az információ szolgáltatással kapcsolatosan jelentős feladata lesz a jövőben is, amelyet a falugazdász hálózat továbbít majd a gazdák felé.